Sziasztok! Látjátok? Illetve most nem látjátok. Szóval sziasztok! Itt ülünk egy 8-as akkordba, és megnézzük éjjel, hogy mi minden világít rajta. Hát világít rajta jó sok minden, úgyhogy mutatom sorba. Ugye egy, van egy szép közép, illetve egy műszer, van egy nagyon szép műszeregységünk, kormányunk, szépen világít, jó, kicsit kamerában nehezen látszik ez a zöld, de amúgy szépen világít minden. Azt mondja, itt oldalt is lámpamagasságállító, itt tükör, ablak, alul ott a csomagtartó is világít, nagyon állatul néz ki, van a nagy középső kijelző, maga a középkonzol szépen világít, ülésfűtésnek a gombjai világítanak, természetesen a jobb első ajtónál is világít, megnézzük a kesztyűtartót. Persze, természetesen az is nagyon ilyen kis sejtelmes fénnyel világít. Akkor fölmegyünk a tetőre, világít nekünk a tükör, és egy kis sejtelmes, kékes fény világítja meg nekünk a középkonzolt, és a tükörnél is van fényünk, úgyhogy gyakorlatilag természetesen itt ugye minden van. Itt már az autónál, tehát itt tényleg minden világít, minden nagyon szép. Igazából kicsit hátra csúszok, hogy lássátok telibe, amennyire próbálom megmutatni, amennyire lehet. Szépen, nagyon szép az egész. Belső legalább olyan szép. A belső, mind a külső, mind éjjel, mind nappal. Itt megint furcsa, bár igazából csak kamerán látszik amúgy zöldnek a kormány, amúgy inkább ilyen fehéres, sárgás, érdekes, hogy az ajtón lévő fehérnek néz ki kamerába, és a kormányon lévő zöldnek, holott igazából mindkettő ilyen fehéres, zöldes árnyalatú, na de mindegy. Úgyhogy hát ez volt az Accord 8-nak a belseje. Éjjel, nagyon szép, úgyhogy ha ilyen tulajdonosok vagytok, vagy lesztek, akkor hát tetszeni fog, szerintem. Na, sziasztok a következő videóig!